Gróf Aponyi Albert két alkalommal találkozott Roosevelt amerikai elnökkel. Először 1904-ben, amikor kint járt az Egyesült Államokban. Ott igazából kétszer is találkoztak, mind a kétszer Roosevelt házában látta vendégül, ami óriási megtiszteltetés. Erről szól az első emlékezés. A második találkozás pedig Magyarországon történt Aponyinak a birtokán. Hat évvel később, tehát 1904 Egyesült Államok és 1910 Magyarország Eberhard Aponyi birtok. Ez a két találkozás az, amit a történelem főjegyzett. A két eseményről Kerekesházi József Aponyi című könyvéből ismerkedhetünk meg, amely 1943-ban jelent meg az Inger és Wolfner kiadásában Budapesten. A Kerekesházi kötet külön érdekessége az, hogy Aponyi Albert felesége volt segítségére a szerzőnek a visszaemlékezések nagy részénél, így egészen közvetlen információkat tudhatunk meg. Ebéden Theodor Rooseveltnél Aponyi a Szent Louisi konferencia idején már annyira híres, hogy Theodor Roosevelt köztársasági elnök meghívta birtokára. Hengel Müller osztrák-magyar nagykövet kíséretében látogatta meg Aponyi Rúzveltet. Aponyira Rúzvelt harsogó hangja, erős szemöldökének mozgása, élénk beszéde, gyakori nevetése és barátságos tekintete sajátságos hatást tett. Ilyennek, pontosan ilyennek képzelte Rúzveltet. Az elnök kezében késsel és villával, recsekű hangján, nevetve fordult Hengelmüllerhez. Nem akarom honfitársának szemébe mondani, de önnek elárulhatom. Meglepő, milyen jól beszél angolul, sőt, mondhatom, amerikaiul is. Aponyi mosolygott. Már a hajón megtanultam amerikaiul. A hajón a szokásos unaloműző hangversenyt tartották, és nekem kellett elnökölnem. Persze ez szónoklattal járt, Bizonyára sokszor szónokolt már angolul. Nem, ez volt az első alkalom, hogy az angolok és amerikaiak előtt angolul beszéltem. A hajót tele volt amerikaiakkal. – Bravo! – mondta Roosevelt, majd felemelte poharát. – Isten éltesse az osztrák-magyar monarhiát! – aztán hozzátette. – És különösen az ön szép Magyarországát! Princess Alice, így gúnyolták Amerikában az elnök lányát, közbeszólt. Mondja Aponyi gróf, milyenek a magyar nők? Aponyi elmosolyodott. Nem tudom, Miss Roosevelt. A magyar férfi nem tudja helyesen megítélni a saját országobeli nőket. Abban minden esetre hasonlítanak az amerikai nőkre, hogy csinosak. És épp úgy tudnak tökéletes szerelmesek lenni, mint önfeláldozó anyák és feleségek. Ő, hogy érti azt, hogy tökéletes szerelmesek? Mrs. Roosevelt, az elnök második felesége. Alice az első feleség leánya, szigorú szemmel nézett leányára. Alice is más dolgokat kérdezhetne ettől a komoly államférfitől, gondolta. De Princess Alice nem tágított. Álhatatosan nézett Aponyira. Nos, Aponyi nyelt egyet, csak nem fogja itt a szülei előtt megmagyarázni Miss Rooseveltnek, hogy mi a tökéletes szerelem. Pillantása az elnökre esett, Roosevelt elégedett arcot vágott, láthatólag élvezte a helyzetet. Mint hallom, Miss Roosevelt, felelte a ponyi, ö, nem sokára férjhez megy. Megengedi egy öreg gentlemannek, hogy baráti tanácsot adjon önnek? Vigyázzon, nehogy majd a férjéhez is hasonló kérdést találjon intézni, mert lehet, hogy az még kevésbé fog tudni önnek feleletet adni, mint én. A férjek ugyanis azt szeretik, ha a nő ezt a dolgot magától is tudja. Roosevelt hangosan nevetett. bontás után Roosevelt Hengel Müllerrel és aponyéval félrevonult a dohányzó szobába. Vörösbarna bőrhúzatú, hatalmas fotőjök, az egyik fal óriási könyvtár, az ablak pompás kilátást nyújt a tengerre. Gyönyörű ez a kilátás, áradozott aponyi. Úgy látszik innen, mintha ott alant nem is a tenger, de egy haragos zöld, sötét mező kezdődnék. Ez a ház már régóta a Roosevelt családé, mondta az elnök. Egész rakonságom idők óta itt lakik New York közelében. Itt nem messze van birtoka a másik Rooseveltnek is, annak, akinek a felesége a Delano lány. Én magam is itt születtem, Sagamore Hillen, és mindig ide tértem vissza. Amikor nemrég Kubából hazaérkeztem, azt hittem, nem bírom már ki ezt a másfél órát, amely alatt New Yorkból ideír az ember. Olvastam könyvét kubai élményeiről, sőt vadászati és sportkönyveit is. Bevallom, legjobban New York történetéről írt munkája érdekelt. Angolul olvasta? Nem, németül. Eredetiben kellene azokat olvasnia. A kubai háborúban izgalmas kalandjaim voltak. Nem mondom, az ember élete az ilyen gerilla háborúban lóháton nem éppen könnyű, de bosszant, hogy a fordítók csak a verekedéseket és a politikát hagyták benne könyvemben pedig én nem csak a Rough Riderek kapitánya voltam modalen. Könyvemben talán még több a filozófia, a táj leírás, a néprajz és a humor, mint a kaland. Nálunk odahaza csodálják, hogy elnök úr érdeklődése oly széleskörű, hogy politikai tevékenysége mellett ráér könyveket írni. Roosevelt még élénkebb lett. Nagyot szít szivarjából, és így szólt. No, én nem vagyok büszke híremre. Itthon azt mondják rólam, hogy olyan, mint Vilmos császár. Pedig nem tudom, mondhatok-e ilyet osztrák-magyar urak előtt, én nem nagyon érzem magam hasonlónak a Kaiserhez. Sőt, nyugodtan mondhatja elnök úr, felelte Henkel Müller. Aponyi gróf is, én is, Értékeljük ugyan Vilmos császár sokoldalú tehetségét, de megértjük az angol szász népek ellenszenvét iránta. Ami furcsa, mert hiszen a Kaiser anyja angol asszony. Én meg éppen megengedhetem magamnak, hogy önálló véleményem legyen, mert én magyar vagyok, nem osztrák, jegyezte meg Aponyi, akinek az imént nem került el figyelmét az elnök megjegyzése az osztrák-magyar urakról. Amerikában az a felfogás, válaszolta Roosevelt, hogy az elnöknek lehetőleg szürke embernek kell lennie, mert ha szürke, akkor biztosan nem pályázik diktátorságra. Én ugyan nem pályázom, de a közeli választások miatt mégis szeretném, ha nem felejtenének el honfitársaim. A hatalmat helyesen használom fel. Az oroszok és japánok versengésében is szerep vár még rám. Helyre kell állítani a békés egyensúlyt. Újabban, ha két állam összeverekszik, békeközvetítésre egy harmadikat kérnek fel. Tökéletesen igaza van, elnök úr, de ha már politikáról beszélünk, engedje meg, hogy elmondjak valamit, ami a szívemen fekszik. Az én szűkebb hazámban, Magyarországon, Amerika iránt magyar okon szemv. Országunk lakossága több mint 20 millió, és így kétszer annyi, mint Kanadái. Azon kívül Ausztria-Magyarország nagy hatalom is. Ausztria-Magyarországot nem ismerheti az, aki nem ismeri egyik felét, Magyarországot. Miért mondja mindezt? kérdezte az elnök. Mert sajnos az önök képviselete nem jut hozzá, hogy megismerje Magyarországot. Inkább csak Bécsben ülnek az urak pedig mi nagyon szívesen látnók őket és az ön Európában utazó honfitársait Magyarországon. Jöjjenek, és nem fognak csalódni. Meg vagyok róla győződve, Count Aponyi. De Mr. Storer, aki önt ajánlotta, csak megfordul Magyarországon. A bécsi nagykövet személyes jóbarátom, és így ő most már kivétel. De Mr. Storert egyszer felválthatják, amit nem szeretnék, és ha más jönne a helyébe bizonyára, megint minden a régiben maradna. Köszönöm, hogy erre figyelmeztetett. Kis csend állott be. Aponyi kezdte a beszélgetést. Elnök úr, a Szent Louisi konferencia meg fogja kérni arra, hogy egy másik hágai békekonferenciát hívjon össze. Tudom. Arra akarom kérni, legyen szíves, kezelje ezt a kérést különös jó indulattal. Mr. Stanhope-pal sokat beszéltem a hajón erről. Felhatalmazott, hogy hivatkozzam rá. Hmm, bármennyire szívügyem is nekem, nem tehetem meg, hogy én hívjam össze a konferenciát. Ez Miklós cár privilégiuma. Udvariatlan volnék, ha most a második konferencia alkalmából el akarnám venni tőle ezt a jogot. A cárt azonban felkérheti, elnök úr. Fel is kérem? Ezt megmondhatja a konferencia többi tagjának is. Köszönöm. Ez egyenértékű azzal, mintha ön maga hívná össze a konferenciát. Jó negyedórás búcsúzkodás után indult el Aponyi gróf és Hengel Müller báró Szegemor-Hillről. Aponyi még valamit vitt magával Szegemor-Hillről, Roosevelt ígéretét, hogy majd ellátogat Magyarországba. Aponyi Albert ezt az ígéretet nem vette túlságosan komolyan, nem is sejtette, hogy Roosevelt rövid idő múlva nem csak Magyarországra, de az ő Eberhardi kastélyába is ellátogat. Búcsúzásul visszautazása előtt is meglátogatta Aponyi Rooseveltet, aki ismét löncsön látta vendégül. Ez alkalommal Philip Stanhope is jelen volt. Nagy megtiszteltetés, hogy a világkongresszus elnökén kívül csak a magyar Aponyi volt hivatalos. Aponyi Amerikában még egy komoly barátot szerzett Magyarországnak, James Gibbons bíborost, Amerika első katolikus főpapját. Gibbons fiatalon lett püspök. 9. Pius a vatikáni zsinaton, fiatal kora miatt tréfásan Puer Episcopusnak, püspök fiúnak szólította. Gibbons pályája csúcspontján ismerkedett meg Aponyival a magyar államférfit katolikus ajánlásai juttatták el Gibbonshoz. Gibbons Gibbonsz és rajta keresztül az amerikai katolikusság is aponyi érdemeiből ismerkedett meg a magyar nemzet problémáival és kultúr szintjeivel. Iktassuk ide azt, amit maga aponyi írt első amerikai útjának benyomásairól. Nekünk, magyaroknak, írta Aponyi, egy optikai csalódásból kell kigyógyulnunk abból tudnélik, hogy mi a nagyvilágnak ugyanannyit jelentünk, amennyit a nagyvilág nekünk. Ez sajnos nincs így. Hogy pedig nincs így, nem válik szégyenünkre, mert egyszerűen a különböző nemzeti szám arányok következménye. Egészen más hatást vált ki egy kiváló amerikai, vagy angol, vagy francia egyéniség megjelenése körünkben, mint amilyenre egy hasonló kvalitású magyar egyéniség számíthat azokban az országokban. Nálunk az ilyen külföldi látogatás esemény számba megy, amelyről az egész sajtó tudomást vesz, és vívmánynak tekintjük, ha az a befolyásos külföldi egyéniség elismerést és rokon nyilvánít hazánkkal szemben. Ilyen hatásra a magyar ember azoknak a nagy országoknak, de különösen Amerikának területén nem számíthat. Ha csak az illető ország politikai tényezői nem tartják saját érdekükben levőnek, hogy neki reklámot csináljanak egy kis ország képviselőjének megjelenése a helyi lapok hírrovatában többé-kevésbé elismerő megemlékezésen túl nemigen számíthat a közfigyelem megnyilatkozására. De a hazai sajtó azután a dolgot másként állítja be, egyszerűen illúziókat táplál és terjeszt. Ez alól csak akkor van kivétel, amikor egy kis nemzet fia kiváló egyéniségén felül azt is magával hozza, hogy nagy világmozgalmaknak, az idegen országi polgárok szívében is lakó, hatalmas érzelmi világnak ékes szóló kifejezője. Ez magyarázza meg Kossuth Lajos propaganda utazásainak óriási hatását, úgy Angliában, mint Amerikában. Nem akarok ezzel annak a működésnek hasznossága, sőt, szükségessége ellen szólni, melyet a külföldi közvélemény körében, hazánk érdekében ki kell fejtenünk, hiszen magam is iparkodtam abból részemet kivenni. Csak azt akarom megállapítani, hogy ez a működés nagy kitartást és az illúzió mentességet követeli, mely egyedül mentesít a csalódásból előálló lehangoltságtól. Továbbá azt, hogy az úgynevezett propaganda munkában nem szabad hibákat elkövetni. Annak részleteiben és módszerében nem a magunk ízlése és temperamentuma szerint kell eljárnunk, hanem az idegen népek lélektanához kell alkalmazkodni amit honfitársaink gyakran elmolasztanak, és ennek folytán olykor több kárt okoznak, mint sem hasznot. Hazatérve, az Ivernián sem maradhatott tétlenül. Gyenki diákok utaztak Európába, a Cecil Road alapítvány ösztöndíjasai. Ennek az alapítványnak célja az angol száz fajta lelki összefüggésének erősítése. A fiúk, amikor megtudták, kiutazik a hajón, megostromolták Aponyit, aki ott is előadást tarthatott legkedvesebb témáinak egyikéről, a magyar alkotmány fejlődéséről. A magyar képviselők díszbe kötött emlékalbumot adtak át Aponyinak úti emlékül. Az átadásnál rövid felköszöntő beszéd hangzott el. Egy fiatal, újonnan feltűnt 31 éves erdei képviselő beszélt, Gróf Betlen István. Aponyi Szent Louisi útja azért is fontos, mert ekkor ismerkedett meg az amerikai magyarsággal. A viszony elszakadt véreink és Aponyi között egyre melegebbé vált. Az amerikai magyarság mindinkább inkább Aponyiban látta legbizalmasabb barátját. Az amerikai magyarságot a Szent Louisi kiállításból csak az a székely stílusban tervezett épület érdekelte, amelyben a magyar műipari tárgyakat helyezték el. Nagyon érdekelte viszont, hogy az Interplanetáris Unió gyűlésein kik fogják Magyarországot képviselni. Hányan jönnek Amerikába? Mikor jönnek? És vajon keresik-e majd a kapcsolatot az amerikai magyarsággal, hogy végre szív-szívre találjon, és megismerjék azt az amerikai magyarságot, amelyet eddig nem ismertek, vagy félreismertek, és amelyel addig a hivatalos Magyarország vajmi keveset törődött? A találgatásnak és bizonytalanságnak 1904. július 28-án véget vetett az amerikai magyar népszava, amely Aponyi Albert Amerikában címmel jelentette, hogy az Interplanetáris Unió gyűlésére Magyarországból vagy száz vendég érkezik, államtitkárok, képviselők, papok, főrendek, újságírók, élükön gróf Aponyi Albertel akinek ragyogó szónoki tehetségét már akkor is megbámulta az egész művelt világ. Szeptember 8-án indult a magyar vendégek külön vonata Szent Louisba. Az interplanetáris konferencián Aponyi Albert hatalmas szónoklatával oly diadalt aratott, klasszikus angolságával oly feltűnést keltett, hogy másnap az Egyesült Államok minden újságja erről a beszédről és a nagy magyar államférfi egyéniségéről pályafutásáról közölt bő tudósítást. Az interplanetáris konferencia befejezése és a Szent Louisi világkiállítás megtekintése után a magyar vendégek Chicagón keresztül Clevelandbe utaztak. Clevelandben Aponyi válaszolt az üdvözlő beszédekre. Mély zengésű hangja meghatottságtól remegett, és amikor beszélt, könnyek csillogtak a clevelandi magyarok szemében. A Holton utcai magyar házban a szocialisták memorandumot adtak át Aponyinak. A magyarság zöme a nagyteremben várta a vendégekre. Viharos éjjenzés fogadta Aponyit és társait, és bár a megállapodás szerint itt Aponyinak nem kellett volna beszélnie, a szocialista munkások memoranduma felszólalásra késztette. Ezeket mondta. Kedves magyar testvéreim! Mielőtt távoznék körötökből, nem állhatom meg, hogy néhány szót ne szóljak hozzátok. Itt látom magam körül a nehéz, kemény munka embereit, kik az emberiségnek, az államnak legfőbb oszlopai, fenntartói. Én is munkás vagyok. Ha nem is dolgozom izmaimmal, de ami tehetségem adatott, azzal küzdöttem, dolgoztam legjobb erőmmel, egész életemben. És azért mondom, én is munkás vagyok és akár testi, akár szellemi a munka, melyet végzünk, csak a becsületes munkának van értelme, jogosultsága. A Clevelandi Kossuth szobornál Aponyi Albert Herik kormányzó jelenlétében szónokolt. Sok ezer magyar szem rá, sok ezer magyar szív dobogott hevesebben, amikor a szabad ég alatt, Kossuth érc alakja előtt, a helyzet magasztosságát mélyen átérezve így szólt. A nemzetek közti testvériség és béke állandósításának eszméje körül fáradozva jött közel 50 magyar törvényhozó a szabadság e földjére. És mivel tudtuk, hogy a szabadságnak e földjén a magyar szabadság hősének egy oszlopa áll, aki olyan nagy, hogy nem csak nemzetéjé, hanem az egész emberiségé, szent kötelességünknek tartottuk itt megjelenni, és kosút szobra előtt elévülhetetlen hálánknak kegyeletünknek és tiszteletünknek kifejezést adni. Valóban a gondolatok és érzelmek egész özöne ostromolja az ember elméjét és szívét, midőn Amerika földjén ezernyi magyarhoz szól kosút szobránál. Hatalmas szónoklatát ekép fejezte be. E férfiúnak szobrához jöttünk el hódolni, nem mint egy irány, hanem a legkülönbözőbb irányok képviselői. És ez legyen a ti vigasztalástok, Amerikai magyarok! Ha veszekedni, viszálykodni is láttok minket, alapjainkban és céljainkban minnyáján egyek vagyunk, és hazánk törvényes önállóságán csorbát ejteni nem engedünk. És itt, e szobor előtt teszünk fogadást, hogy válvetve fogunk működni hazánk érdekében. Amikor látjuk, hogy a magyarság egy része ide szakadt, egy új hazába, ahol munkájának több az értéke, Kötelességünk kutatni, mik ennek az okai, és orvoslást nyújtani, hogy odahaza, nálunk is eredményesebb legyen a munka, jobb legyen a munkás sorsa. Ez kosútnak a hagyománya. És ezt a hagyományt hazavisszük alapzatról, és szent hivatásnak fogjuk tekinteni, melytől soha el nem térünk. Ez a látogatás volt az első közvetlen politikai kapcsolat Magyarország és az amerikai magyarság közt. Lette ennek a látogatásnak eredménye, következménye? Az Amerikát járt magyar törvényhozók információi alapján megváltozott-e a hivatalos Magyarországnak az amerikai magyarsággal szemben való viselkedése, véleménye, közömbössége? Ezekre a kérdésekre nemmel kell felelni. Csak a világháború összeomlása után változott meg a helyzet. A Szent Louis-i ünnepségek idején kint járt magyar politikusok hamar elfelejtették az amerikai magyaroknak tett ígéreteiket, és azokat a készszorításokat, amelyekkel eme ígéreteket megpecsételték. Csak egyetlen egy olyan államférfi akadt, állapította meg az amerikai magyarság történetírója, aki 1904 után is megtartotta az amerikai magyarsággal való igen meleg összeköttetését. Gróf Aponyi Albert. Roosevelt Eberhardon Roosevelt ex elnök négy esztendővel a világháború előtt átkelt a nagy sós vizen. Átkelt több óceánon is. Először Kelet-Afrikában vadászott azután átjött Európába, hogy Londonban, Berlinben felolvasásokat tartson. Bécsben meglátogatta Ferenc Józsefet. Onnét Aponyihoz Eberhardra utazott. Az estebéd után Aponyi és a volt elnök négy szem közt beszélgettek. Tudja, Aponyi gróf, mondotta Roosevelt, Ferenc József olyan gentleman, hogy beszélgetés közben minduntalan az volt az érzésem, nem szabad megbántanom ezt a finom öreg urat. Az öreg úr tud nagyon haragos is lenni, ha akar, válaszolt mosolyogva Aponyi. Néhány közömbös mondat után Roosevelt így kezdi. Szabad valamit megkérdeznem? Olyan ritkán vagyok együtt önnel, és ha már itt vagyok Magyarországon, itt a helyszínen szeretnék választ kapni erre a kérdésre. Örömmel válaszolok minden kérdésére. De meg ne haragudjék a kérdésemért miért haragszanak külföldön önökre, magyarokra? Aponyi az első mondatok után már készült a kérdésre. Hmm, csak egyesek haragszanak ránk, nem mindenki, mondotta. Hmm, sokan, hiszen még Lüger is ellenségük, nem beszélve Björnsonról, Klemenszóról, Tolstoyról. Igaz, hogy Björnson nem számít, hiszen még apósával Ibzennel is összeveszett, Nyugodtan ide sorolhatja Garibaldi fiát is, mondotta Aponyi, akit a románok tévesztettek meg. Garibaldi fia azért haragszik ránk, mert szerinte három millió latin testvérét nyomjuk el. A románok és a csehek befolyásolják a külföldi közvéleményt. Itt van például nem messze tőlünk a Tátrabank. Az amerikai tótok tőkéjéből alapították. A Rózsahegyi Bank amerikai csetőke, ezek itthon is a magyarság ellen irányulnak. El lehet képzelni, mi mindent követnek el ellenünk külföldön. Akar a románokról hallani? Erdélyben ma 150 bank dolgozik román tőkével. Alaptőkéjük meghaladja az 50 milliót. Erdélyben eddig 60 ezer holdat átjátszottak román kézbe. Így dolgoznak ellenünk, pénzzel és összeköttetéseikkel a románok és szlávok propagandája még az ön füléhez is eljutott. Mi lenne, ha ön nem ismerne személyesen bennünket? Mit hinne rólunk? Azt mondják, kerülte meg a kérdést Roosevelt, hogy a nemzetiségek önöknél nem vehetnek részt az államvezetésben. Gyermekeiket nem járathatják nemzetiségi iskolákba, mert ilyen iskolák nincsenek. Tüstént felolvasom önnek, hogy pontosan hány olyan iskolánk van, amelyben a tanítási nyelv nem magyar, hanem német, tót, román. Az önök választási rendszere maradi, vágott közbe Roosevelt. Csak a műveltek szavazhatnak, a tömegek nem, igaz ez? Nem egészen, bár ebben be kell vallanom, van valami igazság. Rövidesen azonban más lesz a helyzet. Itt mások a viszonyok, mint Amerikában. Mi a tervük az országuk területén élő nemzetiségekkel? Mi lesz a választójogukkal? Aponyi hosszan, behatóan ismertette a magyar helyzetet és a helyzet magyarázatát. De vajon meggyőzte-e Nem igen. Az ellenséges propaganda később Rooseveltet is megtántorította. Bár a volt elnök, az amerikai magyarok igazolhatják, barátja volt Magyarországnak.